Iskolánk Ferencvárosban található a Boráros tér és Kálvin tér között, egy Bauhaus stílusú épület, melyet 1943-ban vettünk birtokba, és melynek korszerűsítése évek óta folyik, most éppen egy nagyobb külső-belső modernizálás keretében. Azonban az iskolánk történelmének kezdetéhez mélyebben kell belepillantanunk abba a bizonyos mélykútba, melyről Thomas Mann is írt egészen 1859-ig, amikor az iskola létrehozását elhatározták és meg is valósították. Immár tehát 160 évesen a Lónyay fémjelezte vágya a budapesti reformátusságnak, mely arról szól, hogy egy modern, de közben református hagyományaival és gyülekezetével kapcsolatos ápoló-oktatási intézmény működjön, mely ma a miénk is, az önöké is. Persze nem a hagyomány, vagy a gyülekezeteink vannak a középpontban, hanem az az élő Isten, akiről mindezek múltunk és jelenünk bizonyságot tesznek ma. Az a vágy, hogy ilyen intézményünk legyen a kommunizmus idején, 41 évig csak álom volt, melyet nem tudtak kiverni sokak fejéből, így végül az 1993-as újraindulást követően ismét reménységünk lehet, hogy az alapítók munkája nem volt hiába való. Hitünk szerint fennmaradásunk biztosítéka a Szent Háromság Istene, az életnek és a történelemnek ura, akinek jelenlétét és vezetését intézményünkben többféle módon is igyekszünk keresni. Ezt szolgálják az első óra első részében a rövid tanárok által vezetett áhítatok, a napot lezáró közös imádságok és a hétfőnként közösen tartott istentiszteletek. Sokan vagyunk elegen is, és szeretnénk, hogy ez így maradjon. Ezért várjuk minden érdeklődő kérdését, jelentkezését, és bátorítjuk Önöket, hogy keressenek meg bennünket, ha meg szeretnénk nézni iskolánkat, az Önök iskoláját. Iskolánk a 9. kerületben található, ugyanakkor diákjaink többsége valamelyik másik budapesti kerületből, vagy a környékbeli településekről érkezik hozzánk, hogy nálunk tanulhasson. A Lónyaiban 8 és 4 év folyamos képzések vannak, s lehetőséget biztosítunk arra, hogy a diákok az angol és a német nyelvet, illetve humán tantárgyakat vagy matematikát emelt óraszámban tanulják. Emellett 9. évfolyamtól második idegen nyelvként hollandot és spanyolt is tanulhatnak. Az idegen nyelvek nagyon népszerűek a tanulók körében, ráadásul az iskolából kikerülve ezek ismerete előnyt jelentett számukra a mindennapokban. Iskolánk törekszik a folyamatos megújulásra a külsőségek és a belső tartalmak terén is. Nemrégiben készült el iskolánk új külső homlokzata és jelenleg is zajlik az energetikai rendszer felújítása. Célunk, hogy a hozzánk érkezők minél korszerűbb környezetben tanulhassanak. Ha azt kérdezik tőlem, hogy miért jó lónyaisnak lenni, akkor az iskolában eltöltött 4 évem alapján a közösség erejét emelném ki. Aki hozzánk érkezik, az előbb-utóbb egy közösség részévé válik. Egy olyan közösségbe kerül, ahol a gyermekek jólétén és tanulásán van a hangsúly. Ahol lehetőség van arra, hogy a gyermekek és a kamaszok megéljék lelkiségüket a heti elejé istentiszteletek, a napindító áhítatok, a hittanórák, a közös ima alkalmak és a csendes napok során. Olyan programokon vehetnek részt, amelyek hozzájárulnak testi, szellemi és lelki épülésükhöz is. Az idegen nyelvi napok, például japán és cseh napok, a robotika foglalkozások, a természettudományos bemutatók, a döknapok, az iskolán kívüli programok, a táborok remek alkalmak a közösség formálásához és tanulásához. Tudja, milyen öröm járja el még a 11-12. Évfolyamosokat is, egy nehéz nap során, ha meglepetés vagy jól kedveskednek nekik. Én tudom, mert nálunk ilyen is van. És persze ne feledkezzünk el a tanulásról. Diákjainknak igyekszünk minél magasabb képzést biztosítani, hogy sikeres emelt szintű érettségi vizsgákat tudjanak tenni, illetve minél több nyelvvizsgát tudjanak szerezni. Ezek ugyanis elengedhetetlenek felsőfokú tanulmányainkhoz.